A NATO fontolgatja az atomfegyverek készenlétbe helyezését. Két napos látogatással Észak-Koreába érkezik Vladimir Putin orosz elnök. Kirakják a franciákat a világ egyik legnagyobb urál előhelyéről Nigerben. Ez a hírmix az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, Túró hát vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, hogy arra kérem, hogy ezt most pótolja. Jens Stoltenberg a NATO főtitkára bejelentette, hogy a NATO fontolgatja több nukleáris fegyver készellét behelyezését az Oroszország, Kína és Észak-Korea jelentette fenyegetések miatt. Stoltenberg a Brit Telegraphnak adott interjújában elmondta, hogy fontos, hogy a NATO, idézem, közvetlen üzenetet közvetítsen arról, hogy természetesen nukleáris szövetség vagyunk és ennek érdekében több robbanófejet vennének elő a raktárakból. A NATO 32 tagállama közül három, az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik atomfegyverekkel. Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia és Törökország területén pedig az amerikaiak taktikai nukleáris fegyvereket tárolnak. A lengyelek maguk kérték, hogy vigyenek hozzájuk is ilyeneket az amerikaiak. Az Egyesült Államok 2023. márciusában 1419 bevethető stratégiai nukleáris robbanófeljel rendelkezett. Oroszország 2023-ban nem közölte saját adatait, de 22-ben 1549 robbanófejről számolt be. A politikó kihangsúlyozza, hogy ez a két ország birtokolja a világ nukleáris arzenájának mintegy 90%-át. Bár a NATO célja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása, egy olyan világ, ahol Oroszország, Kína és Észak-Korea nukleáris fegyerekkel rendelkezik, és a NATO nem, egy veszélyesebb világ lenne, idéztem most stoltenberg A Kreml már reagált is. Kritikával illette Stoltenberg kijelentését Dimitri Piszkov szóvivő, eszkalációnak nevezve azt. Oroszország a múlt héten közös nukleáris hadgyakorlatot indított Belarusszal, ahol nemrég kezdett nukleáris robbanófejeket tárolni, ami a nyugatnak szóló figyelmeztetésként értelmezhető. Stoltenberg Kína növekvő nukleáris programjára is felhívta a figyelmet, és figyelmeztetett, hogy hamarosan a NATO-nak már két nukleáris hatalommal bíró potenciális ellenfélel kell szembenéznie, Kínával és Oroszországgal. A Svéd Szipri intézet szintén hétfői jelentése szerint Kínának körülbelül 500 robbanófeje van. Észak-Korea neve mellett 50 darab, Izrael mellett 90 darab, Pakisztán sorában 170 darab, míg Indiánál 173 darab robbanófejet tüntettek fel a táblázatukban. Az orosz álláspont szerint Stoltenberg kijelentései ellentmondanak a hétvégi svájci konferencia záró közleményének, amely szerint bármilyen nukleáris fenyegetés vagy használat Ukrajna kapcsán elfogadhatatlan. Dmitri Piszkov szerint ez semmi más, mint az eskaláció fokozása. Az orosz válasz után a Reuters arról ír, hogy a NATO igyekezett tisztázni Stoltenberg megjegyzéseit, mondván nem történt jelentős változás a téren. A NATO elkötelezett a biztonságos, és hatékony nukleáris elrettentés mellett, mondta a Faradak Lalla NATO szóvivő. E célból egy folyamatban lévő modernizációs programunk van a régi fegyverek és repülőgépek lecserélésére, mondta. Ezen túlmenően nincs jelentős változás a nukleáris elrettentésükben. Vélhetően itt az F-16-osok F-35-ösökre cseréléséről lehet szó. Hétfőn a fülöp és Kína hajói ütköztek össze az Ayungin zátony közelében, jelentette a kínai parti A fülöp sajtó szerint, például a GMI Network vagy éppen a Manila Times szerint, a fülöp haditengerészet kezdetben hallgatott az ütközésről. Később az AFP ügynökségnek kommentálták az esetet, elismerve azt és jelezve, hogy szóra sem értemesek Kína, idézem, félrevezető állításai, és hangsúlyozták, hogy a fő probléma Peking folyamatos illegális jelenléte a térségben. A kínai parti szerint a Fülöp-szigeteki ellátó hajó veszélyesen megközelítette azt a kínai hajót, amelynek neki ütközött, illegálisan behatolva a zátony melletti vizekre, és figyelmen kívül hagyva a kínaiak többszöri figyelmeztetését. A jelentés nem említ sérüléseket vagy károkat az ütközés következtében. Nyugati felfogás szerint az Ayungin zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági található, Pauantól 105 tengeri mérföldre nyugatra, és a fülöp kontinentális talpazatának része. Kína azonban szinte az egész dél-kínai tengerre igényt tart, beleértve a Fülöp-szigetek, Vietnám, Indonézia, Malajzia és Brunei által követett bizonyos tengerrészeket is. Az elmúlt hónapokban a Fülöpszigetek és Kína között gyakoriak voltak az ütközések és veszélyes manőverek az Ajongén zátonynál, különösen a Fülöpszigetek ellátási missziói során, amikor a BAP Sierra Madre nevű hajójukat látják el, amely szándékosan van zátonyra futtat hogy biztosítsa a tengeri igényeit. Emögött az áll, hogy a kínaiak a zátonyokból új szigeteket hoznak létre, azokon pedig katonai jelenlétet tartanak fenn. Kína új szabályokat vezetett be június 15-én, amelyek lehetővé teszik a parti számára, hogy halálos erőt alkalmazzanak idegen hajókkal szemben a vitatott vizeken, és gyanús behatolókat per nélkül 60 napig fogva tarthassanak. A G7 csoport pénteken elítélte Kína veszélyes behatolásait a dél-kínai tengeren. Az ilyen konfrontációk növelik a szélesebb körű konfliktus kockázatát, amelybe az Egyesült Államok és más szövetségesek is bevonódhatnak. Évente több mint 3 milliárd dollár értékű áruszállítás halad át ezen a tengeren, és hatalmas, még ki olaj- és gázkészletek rejtőznek a tengerfenék alatt. Vladimir Putin orosz elnök június 18-án és 19-én állami látogatást tesz Észak-Koreában, amit a Kreml és Észak-Korea hivatalosan is megerősített. Amikor ezt a hírmixet készítem, koreai idő szerint már ma megérkezik az orosz elnök az északi oldalra. A látogatás célja, hogy tárgyaljanak a két ország közötti katonai együttműködésről és stratégiai partnerségről. Az egyik legolvasottabb dél-koreai hírforrás a Pumail Boa arról ír, hogy az északiak valószínűleg kihasználják a látogatást, hogy biztosítsák a számukra fontos fejlett technológiák megszerzését. Kim Jong-un nagy pompával és ceremóniával fogadja bocsint. Lehetséges, hogy Oroszország kompromisszumos megoldásként katonai felderítő műholdakhoz szükséges rakét a hajtóműveket ajánl fel, elkerülve ezzel a legérzékenyebb technológiák átadását a déli források szerint. Az orosz Rianovosti szerint az orosz elnök látogatása észak különös figyelmet kapott, mivel az Egyesült Államok és szövetségeseik köztük Dél-Korea aggódnak a két ország közötti fokozódó katonai együttműködés miatt. Vladimir Putin és Kim Jong-un találkozója új szintre emelheti az orosz észak kapcsolatokat, de mindkét félnek meg kell találni a közös nevezőt a katonai együttműködés részleteiben. Az orosz elnök valószínűleg megpróbálja elkerülni a legérzékenyebb technológiák átadását, miközben garantálja Észak-Korea támogatását Ukrajnát illetően. Az utóbbi időben észak a kapcsán rengeteg elmélet és vélemény jelent meg az orosz online felületeken. Egyes véleményformálók szerint a világ változásai miatt Oroszország és Kína észak még a hétköznapokat is átformálhatja, és minden olyan dologgal elláthatja őket ez a páros, amely a hétköznapok szintjén is bepótolják a lemaradásukat. Ennek kommunikációs célja is lehetne, hiszen ha ezt megteszik, demonstrálhatják vele erejüket, mivel sikerülne átformálni egy a nyugati világban lenézett országot, elsősorban az életszínvonalat illetően. Emellett külön érdekesség, hogy a TikTokon már néhány hónapja óriási népszerűségnek örvend egy fiatal orosz lány, aki Észak-Korába költözött, és onnan készít videókat a hétköznapjairól. Szórakozó helyeket, éttermeket, boltokat és turisztikai látványosságokat mutat be, ezzel pedig viharos gyorsasággal szerez magának nézőket az egyébként kínai platformon. Az orosz kereskedelmi csatorna az NTV szerint likvidálták azokat a terroristákat Oroszországban, akik túszokat ejtettek a Rastovi előzetes fogvatartási központban. Ezt oroszul szizónak hívjuk. Az ilyen helyeken Oroszországban előzetesbe került és tárgyalásra váró vádlottak, átszállításra váró elítéltek vannak, akik javító intézetek, oktatási telepek, büntetőtelepek, kolóniák és pszichiátriai kórházak közötti elosztásra várnak, illetve előfordulnak az ilyen helyeken kiadatásra váró fogvatartottak is az orosz büntetés végrehajtási jogrend szerint. A Domfolyónál található Rasztovban lévő szizóban terroristák a hétvégén elfogták a központ alkalmazottait. Erről valahogyan videót is készítettek, és azt megosztották a neten. Látható a magukat iszlamistának való szélsőségesek voltak az elkövetők. A hétfői tájékoztatás szerint a speciális egységek berohantak a szizóba, ahol minden terroristát megöltek, és az összes túszulejtet foglyot szabadon engedték. Előbb lövöldözés volt hallható a környékről posztolt videókon, majd ezt követően kezdtek megérkezni a mentők a központhoz. Hat terrorügyekben érintett volt az elkövető, akik közül hármat már elítéltek egy az Orosz Föderáció alanyában karacsaj található bírósági épület felrobbantásának előkészületei miatt. Több hónapig készültek túlszok ejtésére, a nyomozók azt sem tartják kizártnak, hogy a tevékenységüket külföldről koordinálták. A ejtés után készült videón a nyugaton iszlám államnak hívott terrorcsoport támogatóinak vallották magukat. Ugyanez a szervezet vállalta magára a Crocus City Hall elleni támadást is. A fő kérdés most az, hogy a fogdában hogyan zajlott az ellenőrzés és a felügyelet, különösen a foglyok által kapott csomagok tartalmának ellenőrzése. Ugyanis a fogvatartottak közül kikerülő túlszájtők valahogyan késekhez, telefonhoz, sőt a terrorszervezet zászlajához is hozzájutottak odabent. A terroristák autót és szabad távozás lehetőségét követelték, hogy elhagyják Oroszország területét. Az orosz Telegram csatornákon azt terjedt, hogy mivel a terroristák nem tudtak hozzáférni a szizóban tárolt lőfegyverekhez, a behatoló különleges egység egyszerűen csak agyonlőtte a késekkel túlszokat ejtő terroristákat, és az is elterjedt, hogy ez valójában üzenetértékű. Emlékeztetőül. A múlt héten az egyik hírmixünkben már beszámoltunk arról, hogy az angol Valley express megszólaló brit szerint Ukrajna támadásokat készít. Elő Oroszországban. Miként arról is beszámoltunk, hogy az FSB vezetője szerint bizonyítékaik vannak arra, hogy az ukrán vezetés rendelte meg a terrorcsoport egyik elágazásától a Moszkva melletti támadást. Ukrajna ezeket a vádakat többször is visszautasította. Benjamin Netanyahu feloszlatja az izraeli háborús kabinetet Gantz kilépése után, írja Aha Arec. Egy források szerint a kabinet feloszlatása azt hivatott megakadályozni, hogy a szélső jobboldali miniszterek kényes döntésekbe keveredjenek. A háborús kabinet az október 7-i támadás után alakult meg. Benjamin Netanyahu miniszterelnök bejelentette azon minisztereinek, akik részt vettek a biztonsági kabinet vasárnapi ülésén, hogy úgy döntött, feloszlatja a hadi kabinetet és helyette a szélesebb körű biztonsági kabinetben folytatja le az erről szóló megbeszéléseket. A jemeni huszék és az Al-Shabaab fegyveresei között lehetségessé vált az együttműködés. Legalábbis a CNN amerikai hírcsatorna egyes forrásokra hivatkozva erről számolt be. A témájuk állítólag a jemeni fegyveresek fegyverrel való ellátása volt az USA hű szomáliai kormány ellen Magadisúban. A huthik síták, a szomáliaiak szuníták, és ezen csoportok között meglehetősen komoly ideológiai különbségek vannak a célokat és a módszereket illetően is. Az orosz katonai think tank, a Röber arról ír, hogy a jelenlegi valóságban elméletileg az ellenségem ellensége a barátom elv szerint cselekedhetnek. Az Ádeni öböl két oldalán egymással szemben elhelyezkedő terület urai közül a jemeniek számára is veszélyt jelentene az Egyesült Államok Szomáliában való megerősödése. Nemrégiben azt tervezték, hogy Afrika további öt hadműveleti bázist helyeznek el, amelyeket hasznosítani lehetne az Iránból érkező tengeri forgalom leküzdésére. Maga az Al-Shabaab váltakozó sikerrel harcol a szomáliai központi hatóság és a Washington által támogatott autonóm entitások ellen nem utasítanák el a 20-tól kapott eredetileg iráni aknavetőket, rakétákat és drónokat, értük cserébe a fegyveresek nyilvánvalóan nem zárkoznának el attól, hogy amerikai célpontok elleni támadások formájában visszafizessék a segítséget. A River szerint, mivel erről a CNN írt, lehet, hogy az ilyen vádak valójában az Irán elleni nyugati propaganda része, mégpedig azzal a célral, hogy ismét a nemzetközi terrorizmus szponzoraként bélyegezhessék meg Iránt. Mivel az emberek többségének a nyugati világban fogalma sincs alapvető ideológiai, politikai és vallási fogalmakról a közel keletet, illetően, simán elhiszik, hogy Teherán képes a vele jó szövetségi viszonyban lévő hutéknek hagyni, hogy az al qaeda val közösködő szomáliai alsabábbal fogjanak össze, nekik untig elég, hogy iszlamista terroristák. A Bloomberg arról ír, hogy az Oano elveszítheti a nigeri uránbányáját. A francia atomenergiához az uránium 15%-át Niger szállítja. Ez a cég pedig június 19-ig elveszítheti az uránbányászat jogát a világ egyik legnagyobb lelőhelyén, miután Niger elutasította a francia nukleáris cég tervét. A lépés azután történt, hogy Oroszország át akarja venni a bányászati lehetőségeket a Bloomberg szerint a francia cég által ellenőrzött nyugati afrikai országban. Niger a franciákkal szövetséges Két tavaly júliusban puccsal buktatták meg, és az új vezetés Oroszországgal akar barátkozni Franciaország helyett. Az a továbbra is egyetlen nagy uránbányát üzemeltet Nigerben, de az Imurareni lelőhely fejlesztésére javasolt terve, idézem, nem felel meg a nigeri hatóságok elvárásainak. Áll a nigeri bányászati minisztérium a Bloomberg munkatársai által látott levelében. Június 19-e után egész egyszerűen ki fogják tenni a francia céget a bányából. Imura Ren a világ egyik legnagyobb urán lelőhelye 200 ezer tonnára becsült készletével. A kitermelést eredetileg 2012-ben akarták elkezdeni, de az urán világpiaci árának csökkenése késletette az indulást. A rengeteg urán dacára alig termelnek ki valamit a bányában. Vannak még más bányák is a környéken, de ez a készletei miatt az egész világ számára komoly jelentőséggel bír. A világ egyik legszegényebb országa, Niger, tavaly kiutasította a francia erőket és felmondta az egy évtizedes biztonsági megállapodást az Egyesült Államokkal, amelynek szeptember közepéig kell kivonni az országban állomásozó csapatait. Áprilisban 100 orosz katonai oktató érkezett a fővárosban élmelybe, ha kiképezze a nigeri erőket a Moszkva által szállított légvédelmi rendszerek használatára. Franciaország az ország villamosenergia termelésének 65%-át adó atomreaktorok urán szükségletének 15%-ában nigerre támaszkodik. Ezt a francia Le Monde is megerősítette. Bizonyos orosz források, például a Ribbord szerint a franciák helyét a rossz veheti át, de erről még semmilyen hivatalos kommunikáció nem történt. Túl sok variáció ezen a speciális szakterületen nincs, a világon csak néhány cég foglalkozik ilyesmivel. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon erre a videóra egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldje el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!